Sziasztok! Ő itt Gada. Ő pedig Soma. És most a Játszva tanulunk sorozatot látjátok, ami a Reflexshop csatornánál a legújabb sorozatunk, ahol játékainkat játék közben mutatjuk meg, félredobjuk a szabálykönyvet, és játék közben együtt tanuljuk meg a szabályokat. Az első részben a Zombie Teens evolúciótársas játékot vettük elő, ennek is az első játékát mindenféle boríték és plusz szabály nélkül, spoilermentesen, de ha szeretnétek, hogy később spoilerekkel végigjátszok a játékot, akkor egy like vagy komment formában jelezzétek, és készítünk egy sorozatot belőle. Már előkészítettük a játékot kettő főre, ne lepődjetek meg, hogy három karakter van. Két fős játék esetén van egy harmadik semleges hősünk, ez a lány lesz most, Tibor lesz a szőke karakter, én pedig a barna. A lány folyamatosan az iskolába, a középső sárga helyszínen marad. Ő neki egy feladata lesz, hogy bármikor neki át tudjuk adni az ellenőrgot, hogyha akarjuk, tehát hogy igazából ember segít, de nem fog elmozdulni a sorsa, vagy nem kell egy kört rászentelni. A körünk viszont úgy fog kinézni, hogy két akció lehetőséged lesz, tehát kettő akciót hajtasz majd végre, és ezt háromféleképpen tudod megcsinálni. A zombi kidsből nagyon ismerős mozgás lesz az egyik akció, amikor is egy szomszédos mezőre átmozoghatsz a bábuddal. A szomszédos mezőnek az számít, ami határos egy szakadott vonallal két mező között, mondjuk a sárga mező, az ugye nem határos a különböző többi színű mezővel, de minden más környező utcamezővel igen. A mozgáson kívül használhatjuk arra az akciónkat, hogy zombi hordát szedjünk le a helyszínekről. Most jelenleg csak egy zombi horda, a zöld tartózkodik a csatorna fedelén, a többiek arra várnak, hogy megszállják a várost. Ez itt most egy akció lesz, hogy a zombi kidsben, hogyha egy olyan helyszín érsz, hogy van zombi, ott egyből automatikusan is veszed őket. Itt nem, el kell költenünk erre egy akciót viszont komolyan. A harmadik akció egy igazi újdonság lesz, négy ellenszerünk van ugye négy különböző helyszínen, ezek a kis gyógyszer, ami nyilvánvalóan kell egy ellenszerhez, de kell hozzá egy kis popcorn, kell hozzá fánk és kell hozzá ketchup is. Ezeket kell összevegyítenünk az iskola kémia szertárába, hogy a feladat, hogy bejuttassuk ezeket az iskolába. Ezt úgy tehetjük meg, hogy egymásnak csatárláncba passzolgatjuk át a ládákat, nem lehet magunkkal húzni a kis ládáinkat és szállítgatni, hanem úgy kell mozgatnunk, hogy egymással szomszédos mezőn kell állni két játékosnak, és az én körömben például, hogyha így állunk, akkor átpasszolhatom Tibornak a ládát, így juttatva folyamatosan be a sárga mező felé. De ha ugyanebben az ásban Tibor köre jönne éppen, akkor ő foghatná és átveheti így a ládát. Tehát vagy átadom a ládát, vagy átveszem a szomszédos mezőn álló játékostól. Ezért kell mindig viszonylag közel tartózkodnunk egymáshoz. A játékot úgy nyerhetjük meg, hogy minden négy láda bent van a sárga helyszínen az iskolában. Na de hogyan veszíthetjük el? Itt ugye kooperatív játékról beszélünk, úgyhogy vagy közösen nyerünk, vagy közösen veszítünk. Veszteni akkor fogunk, hogyha mind a négy helyszínt lerohanják a zombik, vagyis ilyen lapkák kerülnek a négy épületünkre. Ezek különböző trambulinok lesznek a zombiknak, amikről ők meg is ugorhatnak majd, akkor kerül fel egy ilyen lapka, hogyha a zombi elér valamelyik helyszínre, attól függetlenül milyen színű, mindenképpen, hogyha belép egy épületbe, akkor azt lerohanja az épületnek megfelelő színű lapkával, de akár a zöld is le tudja rohanni a lila épületet. Ez ugye minimum két lépés távolságra van tőle, tehát az első mozgatáskor még nem fogja lerohanni, viszont ide kerül, akkor mindenképpen fölkerül a lapkája, és onnantól a trambulinon bármikor megpattan a következő épületbe, amit azonnal szintén le is rohan. Egy kérdés, bocsánat. Igen. És a zombi hordákat, azokat le tudjuk szedni a pályáról. Ugyanezeket a lapkákat is egy akció elköltésért le tudjuk venni, vagy ez már ott marad? Nagyon jó kérdés. Nem, azok ott maradnak. Ha egy épületet a zombik megrohantak, sajnos nem tudjuk kipucolni, az lerohanva marad, és trambulinnal együtt marad, tehát egyre inkább nehezebb lesz, és veszélyesebb lesz a zombikkal való játék. A zombik hogy kerülnek föl? Minden játékos a kör elé, mielőtt akciókat költene el, a kockával, a fehér kockával dobni fog. Ezen van ugye négy különböző szimbólum és szín az épületetnek megfelelően, illetve van két kérdőjel is, amik az esemény kártyákat adják meg. Ez egy 6 kártyás csomag egyelőre, a később ez majd több és több lesz. Ilyenkor a 6 kártyából húzunk egyet, amivel vagy a zombikat mozgatja, vagy állva hagyja, vagy fölhelyezi, vagy lerohan helyszíneket, különböző akciók lehetnek majd itt, és különböző mozgások. A játék igazából ennyi és erről szól, úgyhogy Tibor, igyekezzünk megmenteni a várost, és fedezzük fel az ellenszert. Csapjuk.
én leszek most a kezdőjátékos, úgyhogy megyben meg is ragadom a kockát, és igyekszem dobni egy szuper eseménykártyát. Nem. Sajnos a kék zombit fogom felhelyezni, úgyhogy ő a csatorna fedélből kimászott és megjelent a helyszínen. Most már két zombink van. Ennek ennél azt mondom, hogy legyünk bátrak és próbáljunk meg ellenszert ellenszert készíteni. De olyan irányba lenne érdemes menni, amerre zombik van éppen. Igen. Mert ugye lehetséges, hogy a következő körben elmozdulnak. De mennyi a lehetőség arra, hogy kétszer egymás után ugyanazt a szint dobott ki, vagy ugyanazt a szimbólumot? Igen. Akkor ezek szerint a zöldet. Zöldet kéne próbálnom, hát ha? Én azt mondom, én az első megérzésem arra irányt, hogy én a piros irányba fogok elmozdulni, mind a két akciómat mozgással használva, és eljövök ide a popcornhoz. Ezzel a zöld zombihoz viszonylag közel leszünk, hogy azt tudjuk szedni akár a következő körben, hogyha rosszul alakul a helyzet. Jó van. A lila zombi is fölkerül, vagy rózsaszín. Hát igen, szintévesztőként ezt nem könnyű megállapítani. Jó, én arra gondoltam, hogy egy akcióért átmozgom ide, és vagy átveszem tőled, nem veszem át tőled, mert te át tudod majd nekem adni. Én meg neki át tudom adni, mert most ugye egy láncba vagyunk. Igen, most nagyon szép. És egy második akcióért inkább leszedem őt a tábláról. Én elfogadom ezt teljesen. Ugye az nagyon fontos, hogy a zombikat úgy pakoljuk, hogy sorba jöjjenek, tehát amit éppen leszedünk, az a sor hátuljára kerül, ne az kerüljön fel újra még egyszer, mert vannak olyan kártyák, amik azt mondják, hogy az első zombit, a láncban első zombit rakjuk föl vagy sem. Persze a kocka az mindig a szint határozza meg, de lehetséges az, hogy fontos lesz a zombik sorrendje. Na, ezt nem tudtam. A lila zombi egymás után készítettünk lilát, úgyhogy ő ugye mozdul egy mező távolságot, ő is a szomszédos mezők között mozog, és egyre közelebb kerül a hamburgereshez. Az biztos, hogy ha már eljöttem ideig, akkor nem fogok anélkül elmenni, hogy egy akciót ne költenék arra, hogy átpasszoljam neked a popcorn. Ellenben a másik akciómat azt erősen mozgásra kéne költenem. Hát talán a kék irányba indulok el. Mert hogy akkor még, hogyha esetleg a kék is elindulna rosszul, akkor előbb odaérek felé. A zöld ugye most nincsen fönn a helyszínen, úgyhogy attól talán nem kell annyira félnünk. Akkor ennyi volt. Én próbálok majd a kék is idefelé mozogni. Kérdőjel. Na, esemény. Taxi, azonnal egy általad választott mezőre helyezheted a hősödet. Ez most nekem annyira nem szerencsés, hiszen ott vagy. Igen. Fontos, hogy mivel a kártya azt mondja, hogy helyezheted a hősödet, ezért nem vagy köteles ezt megtenni. Ezt az akcióhoz nem mondjuk. Igen, de közben meg annyira... Csábító, hogy megmentsük a ide a helyszínt. Nagyon. Igen. És pont arra gondoltam, hogy igazából tök jók vagyunk, hogyha elkezdjük az alapanyagokat az iskola körébe hordani, és majd utána azokat el tudjuk ezen beadogatni. Úgyhogy én mindenképp felhasználom a taximat arra, hogy ide jöjjek, egy akcióért pedig leszedem őt. És ugye még mindig maradt egy akciód. Így van. Amivel én arra gondoltam, hogy a kék nyomába eredek. Mert akkor te is, ha jössz errefelé, és le tudjuk őt szedni, vagy le tudom őt szedni, akkor utána tudunk csomagolni. Úgyhogy ide jövök második akciónként. Dobok én a kockával. Hát jól érezted, a kék az szaladgál tovább. Szóval... én mozogni fogok, és az eredeti tervem helyett, ahol ugyanarra mezőre léptem volna, ahol most a kék van, én inkább belépek a kék helyszínre. Ha esetleg a kék úgy döntene, hogy még egyszer kigurul a kockán és belép a rendőrségre, ugyanel lerohanják a rendőrséget, de legalább le tudom onnan szedni. Igen, igen. Csapdát állítok neki. Eseménykártya. Támadás.
Minden zombi horda, ami csatorna fedélen áll, egy mezővel előrébb halad. Szerencsére ilyen most nincsen. Hál' Istennek. Mi most a csatorna fedelek mind üresek, egy zombink van csak fönt éppen, aki egy semleges utcahelyszínen van, úgyhogy ez az eseménykártya most hatás nélkül megtörtént. És nagyon fontos, hogy az eseménykártyákon, bizonyos kártyákon van egy ilyen kis kuka szimbólum, ami azt jelenti, hogy az eseménykártya a játék alkalomra, tehát amíg nem játszunk következőleg a zombi tínzel, nem kerül többet játékba, ezeket kidobjuk teljesen a játékból, úgyhogy ők már nem lesznek érvényben. Na, amíg te itt magyarázkodtál, addig én átléptem egy akcióért, másik akcióért pedig kidobom őt oda oldalra. Most úgy olyan szép tiszta az egész környék. Igen, abszolút tiszta, és nagyon jó csatárlázban vagyunk, szóval megint be tudunk hozni egy ellenszert, még pedig a fánkat. Ha csak nem egy inváziót dobsz ki. Nem, a zöld mozog, mégpedig följön a csatorna fedélen keresztül. Itt akkor megvan az a tervem, hogy a fánkot fogom átpasszolni neked, és a kérdés, hogy utána hova és hogyan mozogjak. A zöldtől nagyon messze vagyunk még. Igen. Én a ketchup irányába mozognék, ha én a rakétás fiú lennék. De nem én vagyok ő. Ez csábító. Hát vagy a ketchup irányába mozognék én is. De igazából ugye ezt még később is említettem, mert csak egy mozgás akcióm maradt, mert elkötöttem egyet arra, hogy szállítsak. Úgyhogy ide jövök erre a helyszínre. És akkor indulhatok vagy a ketchup irányába, vagy keresztbe át, akár a zöldre, hogyha nagyon megforrófodna ott a helyzet. Piros. Jó. Most lehetséges az, hogy én beadom neki, és pontosan, átjövök igen. Ide, vagy én átjövök ide, és már leszedem, és majd te beadod. Igen, igazából nagyon jó ott vagyok, azért azt a kenyest megtehetem, és akkor a piros tüvet takarítjuk. Nem tudom, hogy mennyire nem. Veszélyes az a horda, hogy ennyire kergessük. Igazából egy nagyon szépen tisztítjuk a várost. Jó, odaadom a fánkot, tehát hogy ezzel haladjunk. Aha. És akkor, van egy ellenszerünk. És akkor még egy akcióért. Tehát lehet az, hogy én elindulok a zöld felé. És te meg a pirosat leszeded majd. Aha. Vagy én leszedem a pirosat, és te elindulsz a zöld felé, ugyanott fogunk kikötni, de hogy én így valahogy erre, erre a taktikára mozdulnék most így rá. Így ráugranék, mint egy zombi. Én nem azt mondanám, hogy talán menj be az iskolába, és aztán a zöld felé, ami most ugye még egy helyszín, nem a popcornnal, tehát az most egy elég csábító helyszín, arra érdemes. Egyet. Talán én megletakarítom a pirosat. Átgurulok oda. Hogy azzal ne legyen gondunk legalább, de pörögnek az események tovább, egyébként ilyen gyorsan haladnak a körök. Sajnos a zöld az egyből mozdul is, bármennyire jól elterveztük, hogy ezek egy helyszínen vannak jelenleg, mert el is ment a popcorntól. Én ennek ellenére nem tágítok, és azt a piros zombit egy mozgással és egy akcióval, a szírtással leszedem. Kék. Pont mikor egy lejön, egy fel is megy. Na most őt leszedjem, vagy őt beadjam? Hát talán érdemes lenne a zöldet leszedni, mert ugye az ha még egyet mozogna, az ugye akár eseménykártya, akár a zöld dobására, tehát akár a három oldal, kocka oldalból kijöhet. Míg miután most leszed ebbe a következő körbe, ugyanúgy lehetséges lesz beszállítani a popcornt. Tehát így egy-két akciót megint csak takarításra költöm ki, és én dobok újra. Megint csak a kék mozog. Lehet, hogy vissza kéne fordulnom? Én így is fogok tenni szerintem, és azt elindulok a ketchup irányába, ugye erre most már hülyes a térkép. Én meg biztosan a következő körben igen, a popcornt ezt beadom. Igen, az biztos, hogy bármi történik az, de én ezt a kéket, ezt most ide lépek és leszedem, és akkor utána elindulok a ketchup felé, nagy valószínűséggel az étterembe.
komoly felnőtt döntések ezek. Elindulok a ketchup felé, beadom a popcornt. Igen, hát ez egy gyerekjáték, de annak ennyire azért komoly döntéseket hozunk, és nagyon számolgatunk el, meg figyelnünk kell, úgyhogy... Éljen a sziesta! A körödben a zombik tétlenek maradnak, de jó, hiszen egyik sincsen fent. Ez nagyon jó. Nem, egy abszolút nem baj, legalább akkor nem kell a felénk fülnie miatt. Hát igen, mondjuk abban a szempontból baj, hogy jobb lett volna, ehhez akkor jön ki egy későbbi körben, akkor mondjuk fent van a zombi, igen. De mindegy. Akkor... Hál' Istennek ez olyan kártya, ami benne marad a pakliban, tehát ez később még fölkerült a játék során. Na akkor átléptem ide egy akcióért, a másikért pedig beadom a... A kerekes székkel betolja az iskolában, megvan a második ellenszeranyagunk, közeledünk a úttörő felfedezéshez. Tapok újra a kockával. A lila zombi kerül föl. Egyébként csak jelezném, hogy én a játék alatt már volt olyan, hogy csak mozgásra használtam fel a kettő akciómat. Aha. Ami ugye nekünk fontos. Ez fontos lesz a játék végén, figyelni kell, és most én is így fogok tenni, úgyhogy mind a kettőnknek lesz olyan köre, amikor mind a két akciónkat mozgásra használtuk el. Én egy-két mozgással megjelenek az étteremben a hatalmas rakétával, és a ketchupra szomjazval próbálom bevinni az iskolába az új ellenszeranyagot. És ilyenkor még nem matricázunk, hogy már megvolt ez a... kétszeres mozgásunk, az csak akkor, hogyha meg is nyerjük a játékot. Nem, de játék végén matricázunk, tehát hogy nem matricázunk közben. Jó, csak akkor írjuk fel, hogy már van egy matricánk. Kérdőjel. Újabb eseménykártya. Tűzszünet. Ebben a körben nem támadhat zombi hordát. Mondjuk nem is vagy a közelébe, tehát hogy... Amúgy sem használod erre az akciódat. Viszont akkor egy, kettő. Közel jössz hozzám. Sőt, nem is oda megyek, bocsánat, ide. Oda. Igen, én is ezt akartam pont javasolni, hogy ugye az is mind a kettő, tehát itt szomszédos a sárga, és a sárga a bármelyik utca front szomszédos. Ott ugye, hogyha a zombi arra lépne, akkor azt nagyon szépen likvidálni tudod. Így viszont, én először ezért dobok a kockával, de nagyon jó helyzetben vagyunk a harmadik ellenszeranyaghoz. Egy újabb eseménykártyát dobok, Tibor húz nekem, és ez az invázió, ami már mutatja, hogy mindenhol zombik vannak, őt azt kell tennünk, hogy helyezd az összes sorban álló zombi hordát a színükkel megegyező csatorna felére, a kék a kékre, a zöld, de a piros a pirosra érkezik föl. A már várostában lévő zombi hordák nem mozognak, ott maradnak, ahol most vannak, hál' Istennek, ellenben ez a kártya dópakliba kerül, nem dobjuk ki a játékba, úgyhogy később még aktiválódhat. Ugye a gyerekek azok ugye pont ezt írják már fel a táblára, hogy ó, ió, zió, invázió. Igen, hát legfeljebb ő itt az iskolában maradt karakterünk. Én most próbálom a ketchupot beljebb juttatni. Az biztos, tehát a ketchupot én át fogom adni neked. Uh-huh. Ez biztos. A kérdés az, hogy utána merre mozogjak, kergessem azt a kéket, ami azt eredményezi, hogy messzebb kerülök a zöld utolsó ellenanyagtól. A játék vége szempontjából ugye teljesen mindegy, hogy hány zombi van éppen fönn a táblán, a lényeg az, hogy ne legyen lerohanva mind a négy helyszín. Úgyhogy azok igazából gyakorlatilag már szinte nem is veszélyesek ránk, úgyhogy elindulok a zöld tábla felé. Indulsz, de abban a szempontból veszélyesek lesznek, hogy azért ők folyamatosan majd így mennek, és... Igen, de nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az utolsó ellenanyagot is bejuttassuk. Én bízom benne, hogy addig nem lesz akkora mozgás, úgyhogy elindulok ide erre felé. Oké. Okay. Újabb esélyünk, az utolsó kártyánk. Helyezd a sorban álló zombi hordák közül a következőt színével megegyező csatorna fedélre, ez most nem érvényesül. Mivel nincsen sorban álló zombink? Bent van, akkor én egy akcióért őt beadom neki. Szuper. Egyért pedig átlépek ide, és várom, hogy majd átvehessem tőled. Uh-huh. Mert ugye a következő körbe te oda belépsz, és én a saját körömbe átveszem, és átadom. Uh-huh. Tehát igazából, ha minden jól megy, akkor két környire vagyunk. Igen. Közben egyébként azokat a kártyákat, amiknek az alján nem szerepel a kuka szimbólum, azokat újra keverjük, hiszen ők a játékban maradnak. Én nem dobok közben kártyát, hanem a zöld zombit mozgatom. Tehát nem én mozgatom, a kocka mozgatja.
Isten őrizi, nem akarok azt a zombit mozgatni egyáltalán. A mozgás akciómat én akkor arra fogom költeni, hogy két lépéssel belépek az orvosi szobába, és várom, hogy adhassam az ellenanyagot Tibornak. Nekem nincs szükségem ellenanyagra, én teljesen rendben vagyok, de azért köszi. Kérdőjel. Egyesen én kártya. Éljen a sziesta, a körödben a zombik tétnek maradnak. Na most jó, hogy ez a kártya jött fel, most örülök neki. Most nagyon jó, hogy jött. Hát akkor egy akcióért cserébe átveszem tőled a gyógyszert, egy akcióért pedig bejuttatom őt a suliba. Úgyhogy az alapanyagok ott vannak, és a kollégina már alig várja, hogy kikeverhesse az ellenszert ahhoz, hogy ezeket a zombi hordákat elűzhessük a városból, vagy hogy kigyógyítsuk őket ugye a zombi korságból. Igen. Tehát megnyertük a Zombie Teens evolúció első partiját, gratulálok nekünk Tibor, sikeresen kifejlesztettük az ellenszert, és hallhatunk majd a következő játék alkalmakra. Amit még a játék végén meg kell tenni, hogy a játék szabály közepén van egy matrica hív, ebből egy agy matricát mindenképpen rá kell ragasztani a haladási naplónkra. Ez azt jelképezi, hogy játszottunk egy játékot, akár nyertünk, akár vesztettünk, egy agy mindenképp fölkerül most jelenleg az első helyszínünkre. És ugye fontos, hogy megjegyeztük, hogy volt olyan akció mind a kettőnknek, akció köre, amikor csak mozgásra költöttünk. Vannak ugyanis különböző küldetések a játékszabályban, itt az első lépésekben. Egyrészt van egy olyan küldetés, hogy nyerje meg egy játékot, másrészt egy olyan, hogy mind az összes játékos költsön egy-egy kört csak arra, hogy mozog. Van egy olyan küldetésünk is, hogy egy akcióban, akciókörben mind a két akciót egy játékos szállításra költse, ezt is az utolsó körben Tibor nagyon szép példát bemutatta, hogy az ellenszert behúzta, majd továbbadta, ezért három küldetést is az első játékokkal sikeresen teljesítettünk, úgyhogy három küldetés matricát és a párját felragaszthatjuk a haladási naplóba, tehát egyből az első borítékot ki is bonthatjuk. Ha szeretnétek, hogy kibontjuk ezt a borítékot és megnéznétek velünk, ez egy spoileres tartalom, komoly meglepetéseket lövünk le, ha inkább ti fejeznétek föl, akkor a következő videót nem ajánljuk, de ha szeretnétek látni, akkor jelezzetek like vagy komment formájában, és akkor készítünk egy következő videót, az első boríték tartalmát belépítve a játékba. A következő videóig mindenkinek jó zombi varázslatot kívánok, ő Gada volt, ő pedig Soma, én pedig most ragaszgatok. Sziasztok! Hello!